láttam egy új YouTube show-t, és arról eszembe jutott egy másik dolog, és akkor gondoltam, most három műsort sorra veszek a YouTube-on, amik valamennyire külföldi koppintások, vagy valami nagyon, nagyon erősen inspirálódnak külföldi ötletekből, és hogy melyik működik, melyik nem. Ez itt a fókuszcsop! Mit mondasz? És kezdjük el! Nem tudtam ennél jobbat kitalálni. Kezdjük el! Például, amit a Vibes visz tovább, az szerintem az inkább az ilyen külföldi nagy magazinoknak szoktak ilyen műsorai lenni, hogy Wired, ő is szokott ilyen videókat csinálni, hogy ez meg ez reagál. Beugrik például a BuzzFeed csinált csomó, nem csak hasonló, ugyanilyen videókat. Külföldön ezekből, hát Dunát lehetne rekeszteni ezekkel a típusú videókkal. 10 millió feliratkozóval a kát, az tényleg egy hasonló, mint a Vibes. Nem számít a méret, Vibes. Nézzünk bele ebbe a videóba. Azt mondják, hogy nem számít a méret. Na szóval a Vibes-ról, és ezt már, hogy mondjam, ezt már feltűnt rögtön, amikor az első pár videót láttam, hogy az mindenképp elmondható a Vibes-ról, hogy technikailag baromi igényes. Szerintem tök jó az intro, ízléses, de hogy gyönyörű 4K-ba veszik föl, tök jó színes a háttér, nem tudom, hogy ez most green screen, de nem hiszem. Szépen van fényelve, jó a hang, szóval technikailag, hogyha nem is tetszik a tartalom, technikailag a Vibes az nagyon-nagyon ott van, úgyhogy ilyen szinten ezt oda lehet tenni bárhova. Azt meg már tényleg mindenki eldönti magának, hogy érdekli-e a téma, vagy érdekes az egész dolog, de az meg már onnantól elég ízlés kérdése. Méret a lényeg? De ezek tini lányok, most kicsit kellemetlenül érzem magam. Szerintetek a méret a lényeg? Ez olyan, az a baj, hogy ez a kérdés önmagában annyira nem érdekes szerintem, mert százszor ki lett tárgyalva, mindenki azt fogja mondani, vagy csomóan azt fogják mondani, hogy nem az a lényeg, hanem hogy használod, meg páran nyilván azt fogják, hogy azért nem rossz, ha van, de így nagyjából láttunk ilyesmiket, és mindig ugyanazok a válasz. Lehet, hogy azért láttunk, mert volt egy ilyen 6 lépés videó. Méret a lényeg, itt van, 6 lépés, already done it. 2 évvel ezelőtt, tessék. Hogyha ekkora, az elég. Aki tudja használni, azt tudja használni. Számít. Szokták mondani, hogy kicsi és játékos, de hát, na, hagyjuk. Jogos. Számít. Ez a szokás, ez a basic. Még ez is emlékeztet ez az egész felállás egy 6 lépés videóra. Ritkán adott válaszok. Csak az egy egyel primitívebb verziója volt. Ittak egy pár sört. Ez ebben is meghaladtuk a mai kort. Nézd meg! Hihetetlen. Ez azt jelenti, hogy most 2 napig kiesnek a pixi. Kriplik. Ez innálnak így jót. Hú, ez én már cancelezve lennem a... Tehát, vagy... Üdvözi tartlépés, tudom? Ó, üdvözi tartlépés, ez ilyen is rég volt. Szerintem igen, és szerintem nem is, mert... Ez a lány valahonnan ismerős. Ez a lány valahonnan ismerős. Én ismerem őt valahonnan, de honnan? Lehet, hogy már szerepelt egy fókusz csoportban? Számít, hogyha a srác esetleg nem tud másféleképpen kielégíteni, de nem számít akkor, hogy... Nem tud másféleképpen. De másféleképpen könnyebb, nem? Pont, hogy a vaginális orgazmus az a ritkább, és például, amit a ujjaddal vagy a nyelveddel okozhat, az egyszerűbb elméletek, és több nőnél lehet elérni. Én ezt, ilyen statisztikákat olvastam, hogy valami nők 70%-a nem képes vaginális orgazmus. Ezt így mondják? Így mondják? Nem, ez még... Hüvelyi orgazmusnak hívják. Igen, hülye vagyok. Hát itt több kifejezés van rá, de a hüvelyi orgazmus az szebben hangzik, abban az biztos. A munkatársammal megtárgyaltuk, hogy van az a bizonyos intervallum, amikor így nem számít. De ugye van az, amelyik már... Itt nem számít? Szerintem számít, mert az kurvára fog fájni már, amiket mutattál. Én nem tudom, de gondolom, hogy ekkora fasz már azért... Nem biztos, hogy annyira érdekelnek ezek a témák, amiket ezek a csatornák, vagy a Vibes-hoz. Főleg, hogy már külföldön egy részét láttam is, de attól még azt vitathatatlan, hogy nagyon igényesen van megcsinálva, és van, akinek érdekes lehet. Látott 100 ilyet külföldön, lehet, hogy a 101. nem fog érdekelni, de amúgy
olyan szinten ezt szerintedesek csinálták, akkor miért van az, hogy a szerinted amúgy technikailag sokkal kevésbé nívós, hogy úgy mondjam. El tudom képzelni, hogy valakinek ez érdekes, főleg, hogy valaki nem ért angolul, akkor neki ez még viszonylag újdonság is lehet, és nem egy rossz dolog, hogy egy ilyen csatorna is van Magyarországon. Például szerintednél rengetegszer érzem, hogy most belenézek, és nem hiszem, hogy végig fogok nézni, de nézzük, hogy... Dancsó Péter. Például itt vannak ekkora húzónevek is. Neteket? Képileg rendben van, vagy másmilyen. Meg nem csúnya képileg, de szerintem a vibes azért sokkal stílusosabb. Talán ez a legjobb szó rá. Na, szerinted az viszont egy az egyben a Fine Bros, vagy a, nem tudom, most már lehet Reactnak hívják azt a csatornát, de a Fine Bros az ezt csinálta, volt idősekkel csinálta, fiatalokkal, ki az, aki nem idős, meg nem fiatal, felnőtt, tudom is én, meg csinálta sztárokkal, zenészekkel, mindenfélét csináltak, ezer fajtát. Te szerinted official, nem csak speceseket hívunk, és Ádám, csak azért nem hívtunk meg, mert többször mondtad videókban, hogy nem szeretné más csatornákon szerepelni. Köszönjük a kritikád. Dehogy is, nem mehetek youtuberek közé. Hát én... Mi lenne ott? Nem, szerintem a fél magyar YouTube világ rühel, a másik fele meg 30% megtűr, és akkor maradék 20 meg lehet, hogy kedvel. Nem biztos, hogy beszeretnének szabadítani engem youtuberek közé, mert például valószínűleg a Peti az nem kedvel engem. Én így hallottam. Mit jelent számotokra a 2000-es évek? Kb. Nekem is a három oldalán. 2000-es évek. 2000? Mit jelent? A numetált. Mit jelent a 2000 a numetált jelent? Én azt mondom, a numetál. Évtizede. Hirtelen a Fidget Spinner jutott eszembe, de szerintem az később volt. Az már. Fidget Spinner? Ne idegesítsél már, az pár éves. Szecsó! Ne hülyéskedjünk már. Youtuberkedés. Na jó, ezt belenéztünk. Nekem az nem elég plusz, hogy ők youtuberek, mert lehet, hogy a vibes-ban meg alapból érdekesebbeket mondanak, vagy érdekesebbek az emberek, vagy jobbak a reakcióik. Szóval itt van olyan ember szerintem a szerintedben is, aki valószínűleg jobban el tudja vinni a showt, például Zsozé atya, de például Artbite-os srácok is szerintem itt viszonylag ők kiemelkedőek szoktak lenni. De most nagyon sok múlik ezen a társaságon, és nekem annyira nem izgik ők. De még így is azt mondom, hogy egy kérdés szerintem fel ennyire meg lehetne vágni. Egyel jobb animációkkal is fel lehetne dobni, és egy feszesebb vágásra, és zenével, amit hallani is. Na jó, menjünk tovább. Mi az, amit meg akarok keresni, amit alapból másodiknak akartam megnézni? Mi van veled, show? Ami berobbant a köztudatban. Új YouTube show, mi van veled? Előjáróban elmondtam, hogy amúgy a műsorvezetők, a Turai Barnabás az Instagramon tevékenykedik, vagy talán TikTokon is nyomja, de hogy így szokott vicces, mókásabb dolgokat csinálni, ha jól emlékszem. Láttam tőle dolgokat, ami tetszett, és bár néha már majdnem ripacskodásba fordul, Pajor Kristófot meg már régebb óta ismerem, és nagyon szerettem is a Gyógybalzsam csatornát, nagyon, voltak rajta nagyon mókás videók. Telt az idő, és már az inkább a Facebookon tevékenykedik ő is, vagy ott biztos, de hogy a csatornáján annyira nem. Azt éreztem, hogy a stílusa vicces, de nem mindig van mögött a valós poénok. Viccesebbnek hiszi magát, mint ami szerintem, mert a stílusa vicces, csak a stílus egy idő után nem elég számomra, és legyen a tartalom is mögötte, és egy csomószor nem éreztem a tartalmat, csak hogy számomra kifáradt. Szerintem ő az egyik legígéretesebb humorral foglalkozó YouTube csatorna volt egykor, és valahogy nekem, valahogy kifulladt. Itt van ez a Mi van veled show, amit mindketten csinálok, ami alapvetően mindketten tehetséges srácok szerintem, és hogyha komolyan el akarnak indítani egy showt, akkor valószínűleg ki tudnak hozni valami jó dolgot, és láthatóan komolyan gondolták, mert elég rögtön kapott, ahhoz képest, hogy a csatorna első videója rögtön kapott egy kis visszhangot, van egy igényes stúdió, nézzük meg. Mi van a veled? Tudja előre is a hajós, hogy mire ül be, úgyhogy kommenteket miatt elkezdené beírni bárki, nem, hogy mondjam, tiszteletlenek a hajósra, ilyenkor tudják az emberek, hogy mire ülnek be. Nem kell félteni őket. Hova intettek attól minket, hogy
beletkezzük ezt az első adást, lében szerettük volna, hogy sikeres legyen a műsorunk. Tehát azért köszönjük, hogy eljöttél. Nemrég egy interjúban azt nyilatkoztad, hogy... Amúgy vannak jó szövegek benne. Kiszívja az ember energiáját. Tehát akkor tulajdonképpen ez történt veled a 2000-es évek elején? Alapvetően az nagyon példaértékű a... Itt például, én ezt a videóban már belenéztem, szerintem a vágás az valamennyire a vágás cseszi el ezt a videót. Nekem egy kicsit nem úgy lesz kínos, ahogy ők szánták kínosnak. Poénok után nincs meghagyva az a szünet, ami kéne. Vagy az a reakció, ami kéne, az az oda-vissza reakció, shot reverse shot, hanem így kicsit tovább halad, és pont a kínosság, ami adhatná a poént, az valahogy így elsietünk, hogy úgy mondjam. Ahogy te a... Meg erre nem válaszol. Tudom, hogy kérted, hogy nem mondjuk be a korodat. Mert hogy... De nyugodtan be lehet mondani a koromat újságunkban. 37. Nem, 52 éves vagy. 52 éves. Leszek májusban. Most még csak 51. 51 éves vagy. Én értem a koncepciót, csak most is az érzésem egy kicsit, hogy viccesebbnek hiszik, mint amennyire vicces ez. És egy csomó dolog nem működik itt, ami például Between Two Ferns-nél működik. Percet, hogy otthon érezzem magam, mert ez egy... Hangügyileg kurva igénytelen, és ez nem vicces, hogy folyamatosan tekergetnem kell föl a hangerőt. Szakma, ne haragudj. Ez nem úgy van, hogy azért, mert felvesztek két zakót, őt meg konkrétan nem is értem, hogy te kérdezel majd valamit, vagy... Te csak így asszisztálsz ahhoz, nem. Hogy ő lebasz, vagy nem tudom, apukátok kifizeti, hogy... Nagy sikerű zenekarod volt az Remil Ulez. Igen, ez a... Nekem nem baj, hogy inspirálódnak, de annyira kicsit szolgai másolásának érzem a Between Two Ferns-nek, hogy rosszul mondom ki a nevet, ez tud vicces lenni, inkább kellemetlen. Amúgy én nagy Emil Ulez fan vagyok, ezt csak mondom, imádom az Emil Ulez-t, de... Ez nagyon ilyen, ezt is kipipáltuk, hogy rosszul mondok ki egy nevet, igen, ezt is hallottuk már külföldi eredetiben 100-szor, és ott viccesebb is volt, mert mondjuk akkor nem csak rosszul mondta nevet, hanem valami olyat mondott helyette, ami vagy valami plusz réteget ad a viccnek, ja. Jó, most megszerettele titeket, azt hiszem. Nekem itt jött el az a pont ennél a lábasnál, hogy nagyon erőltetve van. Én imádom a Between Two Ferns, a mozifilmet is láttam, imádom azt is, és én is szerettem volna hasonlót csinálni itthon, és még nem tettem le róla, mert úgy érzem, hogy még jól még nem csinálták meg itthon, pedig meg lehetne, de például nem azzal kezdeném, hogy szolgáljon le mások mindent, és ennyire megizzadok, hogy kellemetlen legyek. Zeknek ez... Eléggé. Neki valahogy ez sokkal egyszerűbben jön. De itt meg azt érzem, hogy kicsit így erőltetett. Lehet, hogy engem még nálatok is kevésbé érdekel az én sztorim. Van szakállágod? Van. Ő csak már fennmaradt a körszakáll? Igen. Azt vágom. Levághatjuk? Most. Nem szeretném. Van a hajó, a legnagyobb zenéjós. Jól áll a kezében a gitár. Szálljunk körül meg a... Tese? Nekinek nem tetszik. Sok műsort megnéztem már. Igen, ez cringe, azt írjátok. De ez direkt cringe. Ez célja, hogy cringe legyen. A cringe között is van, amikor vele nevetsz, és az van, amikor meg... Vagy velük cringe-elsz, és amikor meg rajtuk cringe-elsz. És itt inkább... Kicsit így átment abba, hogy ez nem az, amit az Office tud szállítani, vagy például az eredeti Between Two Ferns, amikor velük együtt cringe-elsz, hanem így rajtuk, hogy így azon cringe-elsz, hogy próbálnak cringe-ek lenni, de így kicsit erőltetve van. Ja. De egyik se volt olyan, ez a cringe-nek a szit oldala, mert kicsit olyan mindent dobjunk be most. Volt egy rappelés, meg a lábat kentük, meg hülyeség, meg most akkor a Pajor Kristóf alszik, és mindent be akarnak dobni, de úgy látom, hogy például az eredetiben tök jól működött, hogy azért végigvittek dolgokat.
csomószor az elején fölállítottak egy dolgot, amit a végén csaptak le. Elméletileg a Between Two Ferns is úgy készült, hogy színészek, akik oda mentek, és kihangsúlyozom, hogy színészek azok főleg már, amikor 1000 interjú van mögöttük, és tudnak színészkedni, akkor ezek eléggé mentek nekik. Nem biztos, hogy ez mindenki működni fog itthon, aki nem színész, főleg nem egy Brad Pitt például. Elég nívós színészek voltak ott. Mondjuk nekem a kedvencem a David Letterman a legutóbbiak közül. Ez ami fantasztikus vicces volt. De ott általában azért volt egy fonala az egésznek, és nem csak az, hogy ez is, az is, amaz is. Volt egy ötlet, amit így úgy éreztem, hogy ezek kibontanak. Itt meg mindent ide dobtak, és nem érzem, hogy van egy ilyen felépítés ennek a dolognak. Mi van a veled? Mi van a veled? Azt mondjuk, hogy ez a Between Two Ferns kopia egyértelműen, és nem mondom, hogy ez egy rossz dolog, hogy itthon megvalósítják, és én azt mondanám, hogy ez a két srác az amúgy elmúlt munkásságai alapján még tök jók is lehetnének, de valahogy úgy érzem, hogy itt ez nem jött össze annyira, mint szerettem volna, vagy amennyire szurkoltam ennek, mert magát a műfajt imádom. Például a végén nekem hiányzott egy csattanó. Between Two Ferns-ben azért az eléggé jó csattanókon lett vége. Sokszor olyan csattanókon, amit már az elején, vagy közben így felszetapoltak. Humorra épülő videónak fontos szerintem a végén egy jó csattanó. Ha én inspirálódnék, azért próbálnám annyira, hogy valahogy más legyen a kinézete, vagy hogy ne legyen az, hogy már ránézel, és már az eredeti jut eszedve róla, hanem egy kicsit azért eredetibbnek hasson, ha nem is az. A legjobb dolgok ebben szerintem volt pár kérdés, ami vicces volt, és vicces lehetett volna, de valahogy vágás, meg lehet, hogy nem volt olyan reakció, de én ilyenkor még azt is csináltam, amikor hasonlót csináltam, hogy máshonnan vágtam be a reakciót, akár azt, hogy hosszabban kicsit kinyújtsam a kínosságot egy-egy ilyen kínosabb kérdésre. Érzem azt, hogy van egy egyen jobb verziója ennek a vágóasztalon, ami aztán ott maradt a vágóasztalon. Ez a rappelés, meg ez az végén, ez a zenél, és akkor hülyéskedünk rá. Ez az, hogy így humortalan hülyéskedés, szóval boomer humor szerintem. Pedig ennek aztán a legfiatalosabb stílusnak kéne lennie. Pajor Kristóf, értem, hogy miért voltak ketten, de tök fölösleges volt. Szóval nem lett volna ott Pajor Kristóf, akkor lehet, hogy jobb lett volna. És nem azért, mert idegesít a Pajor Kristóf, hanem mert semmi szerepe nem volt. Lehet, hogy ez volt itt a koncepció, hogy kb. Semmi szerepe nem volt, de ez még egy videóban ez már nem lesz vicces, szerintem most se volt különösebben. Egy versus egy ember van, akkor lehet jobb oda-vissza dolgot ki lehet hozni, így a kettő embernél valahogy így felborul az az egészséges balansz, ami ehhez kéne. Szerintem fontos egy ilyen műsornál, hogy így úgy tudjál vicces lenni, hogy ne azt érezz el a másik, hogy megszakadsz azért, hogy vicces legyél, mert az, hogy nincs benne lazaság, az valahogy a lényegét vesztél akkor, és hogyha itt azt éreztem, hogy most nekünk itt nagyon viccesnek, nagyon kínosnak kell lenni, most nagyon kínosak vagyunk, és közben, igen, kínosak vagytok, csak közben elfelejtettetek viccesnek is lenni. Tekintsünk most el, ez az első, ebből még simán lehet, hogy a visszajelzések alapján majd fejlődni fognak, és el tudom képzelni, hogy a ötödik adásra ez már sokkal jobb lesz. Sokkal jobb lesz, bár a hajósnál kevés jobb alanyt tudok erre elképzelni, de most sok hat lépés példát hozok fel, de hát a hat lépéssel kb. 100 fajta videót csináltunk, és most a hat lépés, melyik volt, ami hasonló? Tehát Sisuval csináltunk. Ez a nincs rossz válasz, és ott az is egy külföldi koncepció volt, ami nem olyan ismert koncepció, mert csak egy csatorna csinálta, és az is nagyon ritkán. Valamilyen témakörben faggatom a Sisut, aki egyáltalán nem érte hozzá a témakörhöz. Viszont nagyon jól tud bullshitelni, úgyhogy az volt a lényeg, hogy felteszek kérdéseket, és neki válaszolnia kell, és nyilván az lenne, mindig elméletileg azt mondaná, hogy nem tudom, nem tudom, nem tudom. Itt az volt a koncepció, hogy nem, valamit oda bullshitelnie kell mindenképp. Kristóf versus tudomány. Ez itt a hat lépés, egy új kísérleti műsora. Kérdéseket teszünk fel, és nem mondhatod. Azt, hogy nem tudod, mindig valamilyen válaszra elő kell hozakodnia. És hasonló koncepció, én is kipróbáltam, szerintem lehet jól, de itt nem volt megszakadás, hogy most mindenképp viccesek legyünk, hanem kurva sokat vettünk fel, ez több mint egy óra volt a Sisuval az interjú, és abból összevágtam 5 percet. A következő csatorna, amiről beszélni akartam,
azzal merülünk le ebbe a külföldet, kopizunk legmélyebb bugyrába, és ez a Lázár Séfnek a csatornáján van. A Nagy Chili Challenge. A Nagy Chili Challenge folytatódik. Új szószok, új vendégek, új helyszínek. Jó, ez kicsit cringe, de inkább én nem is a Lázárt hibáztatom, de a csapatát, aki ezt kitalálta, hogy ennyire szolgain lemásolni a Hot Ones-t, az szerintem rémciki. Minden stílus elemét, amit tudtak, lemásoltak, egész koncepciót lemásolták, de ugye a legjobb a Hot Ones-ban az, hogy maga a Sean, azt hiszem az a műsorvezető, ő nagyon-nagyon jó műsorvezető, nagyon jó kérdéseket tesz fel, látszik, hogy nagyon sok kutató munka van egy-egy rész mögött, úgyhogy nem csak az eredeti csilis ötlet miatt jó az eredeti, hanem azért is, mert nagyon jó interjú showként is. Látszik, hogy baromira utána néznek az embernek, jó kérdéseket tesznek föl. Szóval egyfelől érdekes a koncepció, és ezzel nem elégedtek meg, hanem nagyon jó riporter is a srác. Hát lehet, hogy ezt licenszelték, mert ennyire lekopizni, az már tényleg kurva gáz. Vagy nem tudom, az hol lenne feltüntetve, de lehet, hogy licenszelve lett. Akkor majd minden, amit mondtam, visszaszívok, de én nem tudok róla, hogy ez licenszelve lett volna. Erősen kétlem, hogy ezt a Lázár Séf csapat, aki fizette, vagy megkereste, és hogyha mégis, akkor elnézést kérek. De ezt a felbukást, ezt már biztos, hogy láttam a Sontól, ezt itt. Nekem nagyon, nagyon kellemetlenül másolat. Ezt el tudom képzelni, hogy nem fogom végignézni ezt a részt. A kinézetben szinte minden át van véve, az egész, ahogy az asztalon kinéz, fekete háttérrel, ugye a Hot Ones-nak azért ilyen egyszerű viszonylag a kinézete, mert az egy, hogy nem is azt mondom, hogy roadshow, de hogy csomószor nem egy stúdió van, hanem ahol mondjuk a színész van, egy hotelben ott fölállítják az egész Hot Ones-t, fekete háttérrel, és ott megcsinálják, és ezért ugyanúgy néz ki, bárhol csinálják, mert a Hot Ones-t nagyon sokszor különböző helyeken, akár Európába elmennek leforgatni, és akkor most ez, meg itt kétlem, hogy így van, úgyhogy ha már egy stúdiót csinálnék, akkor érdekesebb lenne egy másik háttér, de ahogy néztem, a második évadban már érdekesebb lesz. Ma két legyet ütök egy csapásra, mert hogy a vendégem Kangszab Dönglégy Zoli. És figyel a másik légy. Hát az majd éleszek. Úgyhogy legalábbis a chili, amit majd választasz, hogy... Amúgy ez nem egy ördögtől való dolog, hogy egy szakácsból csinálnak a Chili Challenge miatt riportert egy szakács csatornájára, de szerintem itt inkább én a másik irányba nyúltam volna, hogy egy riporterből csináltam volna, mert itt ennél a műsornál sokkal-sokkal fontosabb lesz az, hogy hogyan tudsz interjúztatni, mint az, hogy hogyan tudsz főzni. Igen, ugyanígy néz ki a Hot Ones-ban is. Jó, igen. Üdvözöllek, köszönöm. Jó, ciao. Még a kacintást is átvették. De ez a szósz tényleg az? Ez aranyos szósz. Nem, szólt se többet róla. Rázom is a következő. Légy szíves. A hízelgő. Most nem volt valami, azért két kaja között szokott lenni egy jó kérdés mindig. Most csak megkóstolták, azt megyünk tovább. Nem túl jó, hogy mondjam, jelek. Hogy Magyarországon termett chiliből van összeállítva mindegyik szósz. Na, ez tök jó. Ez egy pozitív dolog. Akkor mivel ez egy beszélgetős műsor... Ezért 5 perc után feltesszük az első kérdést is. Én válogatok képeket is, no. És... Ne, ennyire le van kopizva, ne takarodj már, ez már nekem kellemetlen. Előkerült a laptop is. Láttam egy nagyon jó képet. Ez hol és mikor készült? Tényleg arra gondolok, hogy ez licenszelt, mert de hogyha ez nem licenszelt, akkor ez annyira cikk, hogy minden le van másolva. Új. Ez egy ilyen ugye betűjáték. Scrabble. Az egyik legszörnyűbb társas a világon. Hú, erre mennyien kiakadtak amúgy a társasos videómnál, de hát ez az igazság. Sajnálom, ne scrabble-ezzetek, annyi jobb játék van, te jó Isten, annyi jobb játék van. Például most ajánlom mindenkinek a Nidavellirt. Azt most vettem meg pár hete, és azóta hazavittem, és azóta mindenki nagyon szereti, még a nagymamám is imádja. Nem drága játék, öten lehet játszani, viszonylag gyorsan pörög, nem bonyolul, de azért gondolkozós is tud lenni, de nem olyan, hogy belezsibbadsz. A Nidavellirt mindenkinek nagyon ajánlom, nagyon jó játék tényleg.
Meg is mondom, hol van ez az öltöző. Ez egy mezőkövesdi öltöző, mezőkövesdi klubnak az öltözője. Jó, hát akkor jön a következő. Hát ez kurva érdekes volt. Osz a lopakodó névre hallgat. Viszont mi a véleményed az erősségéről? Ez mennyire mozgatott meg? Az erősség ennek még gyerekjátékos. Uh-huh. De te... Na jó, ez sokat elmond, ez kurva unalmas, ezt mondjuk ki. 7 perce megy a videó, és egy kérdés volt az is, hogy ez a kép hol készült, semmi izgalmas nem derült ki, szóval még hogyha ilyen unalmas, akkor egy lehet kivágni, de az, hogy most arról beszél a vendég, hogy most milyen csípős, ez nagyon izgalmas, de pont a Hot Ones-ban az lenne jó, hogy oké, ott van a csípősség, lehet szenvedni együtt, ez egy ilyen jó, ilyen közös élmény, van egy ilyen közös kapocs, hogy most együtt szenvedjük ezt végig, de azért mégis a kérdések azok mindig érdekesek, és még meg is szokták dicsérni őket, basszus, ilyen jó kérdéseket nagyon ritkán kapnak. De itt úgy érzem, hogy van ez a koncepció, másoljuk le, és pont a lényeget nem értettük meg belőle. Pont, hogy mitől működik olyan jól, mitől szeretik ennyien az emberek. Szóval most olyan dolgokról beszélnek, hogy most melyiknek volt a jobb az íze, értem. Ez kinek izgalmas rajtuk kívül, és ezt meg lehet beszélni, csak ez az, amit szerintem egy Hot Ones-ból kivágnak. Itt meg ez a lényeg. Most megint nem volt kérdés. Ez egy interjú, basszus. Ez egy ilyen színpad. De itt igazából az van írva, hogy nagy chili challenge, szóval nem hazudik a rész, nem azt mondja, hogy ez egy interjú, hanem végig mennek a chili challenge-en Gangsta Zolival, kiről egy büdös szót nem tudtam meg eddig. Menjen oda mellé, ő mellé, menjen hátra. Mert ennek is az íze az hú. Aha. Nem is tudom. Hogy lehet valamilyen unalmas? Most dönteni, hogy ez a kettő ízben? Hasonlít, mert ugye? A habanero az mind a kettőben van, amit ezt a citrusosságot, fűszerességet a adja. Felénél vagyunk, és még csak a második kép jön. Kező, hát itt azért elég híres neves. Egy kérdés nem volt még. Kapat? Barátjukat hívták el, de akik a jól volt a Yoshi? Tehát, hogy volt így étel, vagy valami? Igen, mert valószínűleg körinek volt, azért sárga kabátban. Szóval egy interjú showban a felénél tartunk, de még nem volt kérdés, csak két képről el kellett mondani, hogy hol készült. Gratulálok, hogy kivittel csinálni, még van egy meglepetés a számodra, egy játék. Óriási! Na, valami eredetit is beleraktak legalább. Gólt kell, hogy lőjél nekem. Ó, a legnagyobb, és még ilyen állapotban is egyből betette a korongot. Gratulálok! Hát ez is ki volt. Figyelj, látszik, hogy próbálkoznak eredeti ötletekkel. Ez lesz belőle. Na jó. Itt végeztem. Két opció van. Az egyik az, hogy ezt csak lekopiszták, és akkor kurva kínos, hogy ennyire szolgai módon kopiszták a külcsint, meg show elemeket, de valahogy a lényeg nem jött át, hogy pont a lényeg, hogy egy jó interjú show legyen. Szóval akkor nagyon kínos ilyen szinten így lekopizni valamit, ennyire tényleg ocsmány módon átemelni mindent, és a szellemiségét meg nem hozni. Lehet, hogy séfnek ez a Lázár nagyon jó, de interjúsnak csapni való, vagy pedig nincs ez a stáb mögötte, ami egy ilyen műsorhoz kéne. Szóval az, hogy hát mi lenne, hogyha, hogy hozhatnánk be a marketinges gondolkodás, hogy hát te igen csinálsz egy főzősót, 100 000-en csinálnak ilyet, de valahogy, hogy lehetne új nézőket behozni? Na, hogy lehetne új nézőket behozni? Celebekkel. Akkor valahogy jöjjenek főzni. Ne, láttam azt a Hot Ones-t. Chili Challenge. Nagyon megy. Van valami köze a gasztronómiához, és akkor itt bevonzunk embereket, és akkor új követők lehet szert tenni. Én inkább ezt a gondolkozást látom mögötte, és pont emiatt interjúsó ez nem állja meg a helyét, bár nem is mondják, hogy az csak Chili Challenge. Értem. Ez az egyik. A másik, hogy licenszelték, és akkor meg van magyarázva az a része, hogy miért ennyire szolgai másolat a dolog, de nincs meg magyarázva az a része, hogy akkor egyfelől nem kéne valami minőségi kontrollnak lenni, másfelől meg attól még ugyanúgy, mint interjúsó, nagyon szar, és akkor tényleg fölösleges volt licenszelni. Szóval ez szerintem mind a két módon ciki. És most megnéztünk 4 műsort is, ami külföldi műsorok másolata, és nyilván van még ilyen. És nyilván lehet ezt jól is csinálni, és szerintem a Vibes például egy pozitívabb példa,
Még ez egy negatívabb példa. Az, hogy licenszelsz egy műsort, az nem ördögtől való, de legyen érdemes licenszelni. Az, hogy csak magyarul megcsinálom szarabbul, az nem érdemes. Az csak begyűjtöm a nézettséget. Az, hogy megcsinálom magyarul legalább olyan jól, az már lehet, mert valaki nem tud angolul. Bár tanuljatok meg, és nem tudom, hogy lehet a mai világban élni egyáltalán angol nélkül, de ez már csak én gondolkozom ezen. Főleg, hogyha valaki kezdő youtuber, akkor nyilván nagyon sokat inspirálódik külföldről. Én is, vannak műsorötletek, amiket átemelek, akkor próbálom egy kicsit eredetiben. Még az is lehet, hogy a műsor típusa az hasonló, de a téma már más, és akkor ez érdekesebb lehet benne. Nem, ez nem baj, hogy inspirálódsz. Csak az, hogyha csak azért lekopizol valamit, mert látod, hogy sokan nézik, akkor nem lesz benne az a gondolati világ, ami kéne ahhoz, hogy ami miatt sikeres lett az eredeti, akkor az egész így üresen fog kongani, és kellemetlen lesz. Felesleges is valahol, hogy valamit lekopiz szarabbul. De aztán lehet, hogy a magyar közönségnek ez is elég csomószor, sajnos. Tudd, hogy a sikernek az a kulcsa nálad, hogy csomóan nem tudnak angolul. Ennyi. Ha tudnának, akkor valószínűleg az eredetit néznék. De például amíg a Mi van velednél még lehet, hogy fognak fejlődni, bár nem túl biztató a kezdet, ez a Nagy Chili Challenge, ez szerintem veszett fejszennyele. Ez volt már a fókuszcsoport. Remélhetőleg nem sokára ismét találkozunk, ha meg szünetre megyek, arról úgyis szólok. Viszlát! Hey, feel I'm in the mood for a switcher. I hit the function, hit the rosé till I hiccup. I hit the stage and leave with money, that's a sticker. She picture perfect, so I told him I'm a